Hajdá nép Lósz Jolánt hallották, aki ráhangolódásképpen népdalokat énekel, köszönjük szépen! A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Mórusz Tamás szavaival köszöntök minden kedves vendéget itt a Városi Könyvtár galériájában, a komplex népművészeti kiállítás és bemutató megnyitóján. Külön tisztelettel köszöntöm városunk polgármesterét, Gönze Sándor urat, valamint Kovács Béla urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület alelnökét, az Egyesület jelenlévő tisztségviselőit és tagjait. A kiállításon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület tagjainak munkáit tekinthetik meg az érdeklődők, ezzel egy időben a galéria előtti téren 10 kézműves tartmesterség bemutatót és árusítja termékeit 14 órától 17 óráig. A kiállítás megtekinthető a Városi Könyvtár nyitvatartási idejében 2021. július 8-áig. Most pedig felkérem Gönze Sándor urat, Tiszalökváros polgármesterét, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is elnézést, de vagy nagyon meleg van, vagy sokat voltam ma klímás helységben, és mi megittam két pohár vizet, nem kellett volna, és senkinek nincs papír zserkendője. Úgyhogy itt tessenek engem elviselni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ahogy beléptem a terembe, nagyon sok gondolat futott át az agyamon. Először is már más körökben mondtam, hogy én még nem vagyok idős ember, én 59 éves leszek, ha az Isten is úgy akarja, nem sokára. De azon vettem magam észre, hogy ami 10 évvel ezelőtt el sem tudtam képzelni, hogy rengeteget nosztalgiázok. A régi, a gyermekkoromat idézem fel, a szüleimet, sőt, a nagyszüleimet. És azért akartam eljutni a nagyszüleimig, mert a anyai nagypapám, ő kerékgyártómester volt. Igaz, hogy a TSS-ítés, köszönöm, nagyon kedves, a TSS-ítés idején nagyon gyorsan elvették tőle minden eszközét, meg a kész löcsös szekereket és mindent, amit legyártott. Hát mindenki tudja, hogy és az állatokat is természetesen. Édesapám, ő cipészmester és bőrdíszművesnek tanult, de mivel az élet úgy alakult, ahogy végül is a kereskedelemmel kötött ki, nem tudta a szakmáját űzni, aztán már nem is akarta. És az idéződött még fel bennem, hogy nekünk egy óriási nagy program volt mindig, amikor a nagyszüleink házának felmentünk a padlására. És akkor ugye a régi házak úgy voltak, hogy a lakóház, és mellé volt, mi úgy nevezzük, hogy a padfeljáró, és ahhoz volt építve a nálunk a tehénól, majd a disznóval. És a tehénól az napraforgó szárból volt kirakva és sárral kikenve. És soha nem engedtek fel a nagyszüleim, mert hogy ha a gerendák közé lépek, akkor a tehenek között találom magam. Ez egyszer valamikor véletlenül édesanyámnak sikerült, a Jászolyban landolt, hál' Istennek csak térd sérülése volt, de nem volt túl súlyos. És mégis oda, amit tiltanak, az ember oda megy. És mindig keresztünk, kutattunk. Rézmozsár, amiben a búzát tartották, és a búzában a tojást, fonott edények, aztán rokkát találtunk, és minden olyan eszközt, ami például a szövéshez is használt, nagyon régi varógépeket. Aztán biztos, hogy ez jó üzlet is lehetett, mert volt olyan ismerősöm, amúgy én Tiszatardoson nőttem fel, a Tisza túloldalán, és Tiszalőkről már meghalt az úriember, elkezdte gyűjteni ezeket a régi dolgokat, felvásárolt, vagy pont odaadtuk neki. Tehát rengeteg olyan érték volt a padláson, már az én gyerekkoromban is a padláson volt. És szerintem ma már ilyet nem lehet találni sehol. És amiket meg itt látunk, azokat látom vissza. Dísztárgyak, használati eszközök, rengeteg falra való, konyhába való, melyeket használtak az idősek. Néztem itt ezt a cégért, így van, és eszembe jutott a Csobajba átjáró fodrász, nevezük Borbénak inkább, Hallgató Sándornak hívták, soha nem felejtem, az első három írásból kétszer megcsípte a fülemet, de nem baj, az az egy fodrász volt. És ő mindig hozta magával, volt egy ilyen kicsiben, és kirakta az ajtóra, ahol ő hetente kétszer vágott hajat. És ezek így felidéződnek. És ugye ezek pedig mind olyan
termékek már, amit önök a népművészet mesterei állítanak elő, amire nagyon nagy szükségünk van. Hiszen nagyon fontos nem csak őrizni a hagyományt, hanem átadni a jelenkor gyermekeinek, fiataljainak. Múlt héten én konkrétan nem, de nagyon sokan együtt táncoltak színpadon, a színpad előtt, és olyan jó volt látni, hogy pici gyerek szerintem nem túl régen tanult megjárni, és az apukájával már olyan jól mozgott. És az is eszembe jutott még, hogy mekkora különbségek vannak az elurbanizálódott világ, meg a vidék között. Még a vidék meg vidék között is lehet különbséget tenni. Tiszarökön, egy kisvárosban már nem tudom azt felfedezni, és nagyon nagy irigységgel nézem, amikor Tiszadobról jönnek gyerekek. Készségszinten kenik, vágják úgymond a táncot, Nagyecsedről és még nagyon sok helyről. Hogy vannak még olyan térségek, ahol ez működik, és mennyire szükség volna ebben a nagyon gyorsan változó világban. Nagyon sok dolgunk van, vagy lenne. Hiszen olyan devianciákat és minden természet elleneset látunk, hallunk, ami tolnak ránk. Már szinte hidegrázáson van, és nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. És hogyha nem lennének olyan emberek, mint például önök, olyan pedagógusok, olyan családok, ahol az örökséget viszik tovább, és a gyerekekben ez majd tovább él, akkor szerintem ez a nem tudom, hová vezető folyamat nagyon-nagyon felgyorsulhatna. Úgyhogy nagyon sok dolgunk van nekünk is, önöknek is, és az, hogy ezeket a nagyszerű termékeket, de inkább azt mondom, hogy a régi kort felidéző, a hétköznapjainkat is átítható használati eszközök, Demijohn. Apukám mondta, hogy menjünk már kisfiam hozzá már fel a Demijohnból, de a Demijohnból szívja a dolgóval, mert az már jó, Hordóban még nem. Úgyhogy ezeket hol látunk? Kint látok faragott teknőket. Volt egy jó nagy disznóvágás, mindig kettőt vágtunk. Hát ott akkora fateknők voltak, hogy a két más 50-es disznónak a fele belefér. De külön volt. Ma bocsánat, hogy így mindig végül is visszagondolok az én gyermekkoromra. Külön volt a burkát, amiben készítettük a rizs és a belsősége, külön a kolbásznak, külön a szalonnának. Ugye, két hétig pácolta édesapám a füstölés előtt a húsokat, meg a szalonnákat, és ezeket már csak ritkán látni. Tiszatalmason volt egy cigány ember, Jakocska Dezsőnek hívták, és az valami gyönyörűségeket fonott fűszfa veszőből. De bejárta a környéket, kerékpárral több 10 kilométerre is elutazott, és vették, mint a cukrot. Egy olyan 20-25 évvel ezelőtt ez még nagyon működött. És én szerintem eljöttek megint azok az idők, hogy demonstrálni is kell különben, hogy mi ragaszkodunk a múltunkhoz, mert a múltunk meghatározza a jelenünket, de a jövőnket is. Úgyhogy én azért örülök, hogy ez a kiállítási Tiszarökön megtekinthető. Gratulálok mindenkinek ez a rengeteg gyönyörű produktumhoz, és kívánom azt, hogy sok olyan élményük legyen, ahol látják, hogy az embereknek az önök által előállított értékekre van igénye, azt értékelik. Hiszen ő bennük lehet bízni, ő rájuk lehet bízni a jövőnket. Köszönöm szépen! Egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem. Béla bácsának el akarod dobni egy magas labdát. Néhány évvel ezelőtt ki kellett vágnunk a óvod előtt egy nagyon nagy fát, mert veszélyes volt, és ilyen vagy 3-4 törzsből nőtt ki, majd összeforrott. Körülbelül ilyen magasan van elvágva. Tessen már azon elgondolkodni, hogy abból ki lehetne valamit hozni. Jó? 3-4 éve volt? Igen. Majd meg kell nézni. Tőjből és fekszik a földön? Nem fekszik. Ilyen magasan elvágtuk, és ott van gyökerestől. Érdekes. Rendben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen polgármester úr szavait. És akkor, ha már polgármester azt mondta, hogy Béla bácsi, akkor engedtessék meg nekem, hogy én is így hívjam, mert hogy azért nagyon régen ismerjük egymást, minden széles a Tiszán, ott volt Béla bácsi. És akkor felkérném, hogy akkor Béla bácsi is egy pár szóval mutassa be az Egyesület munkáját, a Népművészeti Egyesület munkáját. Én leveszem, mert kicsi vagyok az állványhoz. Hát először is szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megnyitó megjelenteket. A Megyei Népművészeti Egyesület nevében és saját nevemben is
Csak néhány gondolatot a Népművészeti Egyesületről, mert ugye azért a megye nem minden területén vagyunk mi elhíresülve, bár itt is évenként egyszer meg szoktunk jelenni idáig is a pandémiáig a Széleseti Szarendezvényen. Tehát a Megyei Népművészeti Egyesület 82-ben alakult, mégpedig úgy, hogy népművészeti stúdió. Ennek a szülő anyja dr. Puskás Nyolá Júlia volt, aki aztán 25 éven keresztül vezette is ezt az egyesületet, és közben ugye ez a stúdióból egyesületté vált, és csatlakozott a Országos Népművészeti Egyesületet, tehát az Országos Népművészeti Egyesületek Szövetségéhez. Úgyhogy velük együtt végezzük a munkánkat. Hát az egyesületünknek jelenleg 71 néhány tagja van. 22 szakában dolgozunk, a 71 néhány ember közül 40 népiparművészünk van. Most a statisztikát nem sorolnám fel teljesen, de a Magyar Művészeti Akadémia tagjától a kultúra lovagjáig, az életfa az a legmagasabb népművészetben elérhető nem állami kitüntetés, és mindenféle kitüntetett alkotónk van, akik ráadásul szépet és szívesen és szívvel alkotnak. Hát tulajdonképpen mi egy civil szervezet vagyunk. Rendszeres támogatást sehonnan senkitől nem kapunk. Pályázati úton próbálhatunk magunknak innen-onnan egy kis pénzt kapni. Hát most éppen sikerült, a Hagyományok Házánál pályáztunk a népművészet népszerűsítésére és ilyen érzékenyítő rendezvények szervezésére. Na most ez az érzékenyítő rendezvények mit jelentenek? Ez azt, a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy azt a korosztályt próbáljuk meg megtalálni, megfogni, akik még a legfogékonyabbak, akár erre a népművészetre, akár más világi dolgokra, és akkor úgy gondoltuk, hogy miután az óvodásuk még nagyon picik, ezért az általános iskola alsó tagozatos gyerekeivel próbálkozunk, mert ugye ők még teljesen nyitottak mindenre. Válogatás nélkül befogadnak mindent. Na most eközül a minden közé kellene nekünk az értéket betolni valahogy, hogy ez is ott legyen a kis buksiba, aztán ha már van egy kis magszem, akkor talán ebből majd lesz valamikor egy csira is. Éppen ezért szerveztük a megye három településén általános iskola alsó tagozatosainak 10-10 kézműves foglalkozást, amikor az iskolákkal kötöttük egy együttműködési szerződést, ahol az iskolának tulajdonképpen csak a pedagógus felügyelet és a technikai körülményeket, tehát termet, asztalt, laucát, kutyafülé kellett biztosítani. A mi kézműveseink odagurultak, megtartották az oktatást. Hát idáig a háromból két helyről kaptunk nagyon szép köszönő levelet, köszönjük szépen, mert úgy gondolják, hogy ez igen-igen hatásos, igen-igen jó volt a gyerekeknek, és a gyerekek élvezték is. Itt el kell mondjam, azért részletezem, mert az egyesi tagok közül se volt mindenki ott, tehát ők se tudja mindenki pontosan, hogy mi is történik. De amikor egy tiszaeszvári 80-90%-ban hátrányos helyzetű osztály leül a kultúrházba egy asztalhoz, és két óra hosszán keresztül szó nélkül, anélkül, hogy a pedagógusoknak fegyelmezni kellene, végig dolgozza, akkor én azt mondom, hogy ez siker, jó helyre mentünk megpróbálni magunk vetni. Na most volt még Tiszavasváriban és Ibrányban. Ibrányban egy nagyon érdekes rendezvényen vettünk részt, az volt a cím, hogy szünidő csalogató. Ez olyan volt a szünidő csalogató, hogy a művelődési ház és a két általános iskola fogott össze, és a Városi Ligetben tartottak egy műsoros kis tanévzáró tulajdonképpen, de nem volt bizonyítványosztás, meg egy beszéd. És akkor oda mentünk mi 12 művesek, és közel 200 gyerek ült le az asztalunkhoz. Tehát akkor úgy érzem, hogy ott is nem hiába töltöttük azt a 4 óraszát. Tovább léptünk,
és úgy gondoltuk, hogy szervezünk egy vándorkiállítást, ami a megye, és nem is a megye, hanem inkább a tiszavasvári járás területén fog vándorolni, mert ez a nyitó, az első rendezvény, biztos, hogy fog ez még csiszolódni, kiegészülni, már ezt várom, biztosan egy kicsivel több lesz, szebb lesz, mert én már Katikának mondtam el, vagy Jutkának, nem tudom pontosan, hogy vannak olyan tárgyak, amit a tulajdonos ki se ad a kezéből, hanem ott őrzi, és ő is felhúzza a fehér kesztyűt, mikor hozzányúl. Például van egy kovácsunk, aki olyan replikákat készít, hogy a múzeumokba teszik be. És azok nem egy-két száz, meg nem egy-két ezer, hanem sok százezer forint értékű. Annak a pengéjét valaki megfogja ízett kézzel, akkor az már nem mondom, hogy tönkre ment, de már akkor veszít az értékéből. Tehát ez az első. A második alkalom lesz a Tiszaeszlári, mint említettem. Tiszaeszláron csatlakozunk a Nemzetközi Kovács Találkozóhoz, tehát annak részeként vagy kísérő rendezvényeként lesz. És a harmadik alkalom pedig az lesz, nem hiába hívtam meg ugye Kulcs Árnét, a Tiszaeszlári Művelődési Intézmények vezetőjét, hogy legyen itt, nézze meg, hogyha van ideje, hogy oda szeretnék vinni ezt a kiállítást, ugyanúgy a 10 kézművessel. Még azt elfelejtettem mondani, hogy csatlakozhattunk volna az Éles a Tisza rendezvényén. De úgy gondoltuk, vagy legalábbis én a kemény fejemben úgy gondoltam, hogy ezzel is gazdagodik egy településnek a kulturális élete, ha egy külön rendezvény jelenik meg a településen. Mert ugye elmegyünk a Széleseti-szára, ott vannak a főzők, ott vannak a helyi kézművesek, és akkor ott vagyunk mi is. Így viszont van két rendezvény, ahol kristálytisztán csak a népművészet jelenik meg, mert ezek az alkotások, amiket itt látunk, ezek mind a Hagyományok Háza mellett működő népművészeti zsűri által zsűrizett, ilyen-olyan minősítéssel elfogadott tárgyak. Hát aztán még gondolkozunk tovább is, mégpedig azon gondolkozunk tovább, hogy ezt a kiállítást, mint vándorkiállítást valahogyan tovább is kellene vinni, máshol is megmutatni, másoknak is megmutatni. Hát itt tárgyalásban vagyunk a Ibrányi Művelődési Ház igazgatónőjével és polgármesterével, az Ibrányi Városának polgármesterével. Most éppen nem tudott eljönni, de Tiszaeszlára el fog jönni a polgármester úrral együtt megtekinteni ezt a rendezvényt, hogy azt mondják, hogy ők akár támogatás ellenében is szívesen látnak a kiállítást Tiszaeszlárban. És ha abban a régióban is úgymond betesszük a lábunkat, mert van tagunk a környékről, mert ugye a megye minden településéről, az összes régiójából vannak tagjaink, de így együtt ilyen kiállítást nem látnak. Ha Ibrányban meglátják esetleg, azt mondta, hogy hívja a környező műfázvezetőket, polgármestereket, talán akkor ennek révén tovább is tudjuk vinni. Tehát ez az egyik alapvető feladatunk, hogy a tárgyalkotó népművészetet megőrizzük, a hagyományainkat ne ápoljuk, mert akkor csak porolni kell évente, hanem éljük meg és vigyük tovább, és népszerűsítsük, és mutassuk az embereknek, és hát az együttműködési megállapodásban, amit a Kultúrház és Könyvtárral írtunk, abban is benne van egy ekkora cikke, hogy nem titkolt célunk az, hogy új tagokat toborozzunk, és ezzel a tudással, aminek mi a birtokában vagyunk, itt mindenki, aki az Egyesületnek a tagja, ezzel a tudással megfertőzzük azokat az embereket, akik fogékonyak rá, és próbáljuk a tagjaik sorába betoborozni, vagy becsalogatni, vagy hogy is mondjam. Én talán ennyit szerettem volna mondani. Egy feladatom még van, igaz, hogy partizán akció, de én köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik ennek a kiállításnak a létrejöttében munkálkodtak, és érdekes módon mindez. Hátor centig mindez. Elsősorban
köszönetet szeretnék mondani a Népdal énekesnő hölgynek, hogy színesítette a megnyitását ennek a rendezvénynek. Nagyon szépen. Köszönjük, hogy el tetszett jönni. A sorrend az lehet, hogy változik, és nem fontossági sorrend. Jó? Nehogy valaki megsértődj, hogy utoljára kerül sorra. Tölgyesi Attiláné a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának, hogy egyáltalán helyet adott, és az ötletet, mikor felvetettük, abban a pillanatban magáévá tette, és maga is, meg a stábja is teljesen mellettünk állt az egész idő alatt. Hát a következő, kettő, az pedig Gráf Zsuzsa, az Egyesületünk titkára, aki egyben sok ember, mert ő a titkár az Egyesületnek, azon kívül ő a könyvelője is az Egyesületnek, és mint látjuk, a kiállítás rendezője is az Egyesületnek, meg még nem is tudom, hogy ki mindenki, úgyhogy Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük. Aztán van még egy olyan tagunk, aki félig meddig alkalmazott, félig meddig tag, de nem a mi alkalmazottunk, a Csilla, aki fényképezi állandóan, meg rendezi a kiállítást, ő lenne a következő. Hát és akkor van még egy virág, amit át kell adjak Vajda Mokány Rózának, mert ő még nem énekelt el a kis nótáját, de átadnám azért feltételezve, hogy el fog énekelni nekünk valami szép csángó éneket. Mert hogy azért egy picit hadd fűzzek már hozzá. Baskalmán voltunk, nem tudom, hogy Baskalma vagy Basvalom, mindegy, tudjuk miről van szó. Tavaly előtti nemzetközi kovács találkozón, és elmentünk a Pográcz kápolnát megnézni. Egy kicsit le voltam maradva a többiektől, csak akkor nézelődök ott gyönyörű miseruhák kiteregetve, és akkor mit hallok? Egy kristálytiszta, gyönyörű női hang, onnan jön, felnézek a karzatra, ki lenne más, ott vagy a Mokány Róza. Én nem tudtam, hogy ő tud énekelni, de abban az akusztikában az a hang, amivel ő rendelkezik, az olyan megható is volt, mert egyház énekeket énekel. Tényleg nagyon szépen hangzott. Hát, Róza, remélem, hogy majd itt is mutatsz valamit. Bár itt nem olyan jó az akusztika, meg meleg is van, meg stb. Stb. Én azt hiszem, hogy nem hagytam ki senkit. Egyet még kihagytam. Mégpedig a saját feleségemet hagytam ki. Nem azért utoljára, mert ő volt utolsó, hanem miután itt megköszöntöm a munkáját sok embernek, akkor most innen köszönöm meg neki, hogy amikor én ezekkel a dolgokkal foglalkozok, és elég sokat foglalkozok, különösen az utóbbi időben, ugye a szerencsétlen helyzet miatt, ami sajnos szegény Vajdán Éjcával történt, jó, kicsit morogva, de azért elviseli, hogy egy napból 12 óroszát nem vagyok otthon. Úgyhogy köszönöm szépen, fáradt ki, mama, aztán ennek tudom, na hát én ennyit szerettem volna mondani. A polgármester úr már megnyitotta a kiállítást, akinek nem volt még módja végignézni, az nézze végig, és itt ezen a ajtón ki lehet sertenkedni, és itt a könyvtár biztosított egy kis nasolnivalót, meg akinek nagyon melege van, egy kis ásványüvet is ihat, sőt azt hiszem kávét is kérhet, akinek szüksége van rá. És köszönöm szépen, hogy megjelentetek. Sajnálom, hogy csak ilyen kevesen, de ugye hétköznap délután lévén, meg ugye a magunk közt megmondhatjuk, hogy a kultúrára való éhség az emberekben nem áll olyan nagy, mint amilyen nagyon mondják, hogy a zenekarok például, meg a
meg a vezetői művészek, hogy mennyire éhes rány, na meg nem mondva a celebeket, ugye? Szóval ő rájuk is nagyon éhesek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Béla bácsi, a Városi Könyvtár és Művelődéshez dolgozó nevében is ezeket a kedves szavakat és a felkonferálást. És valóban Vajda Mukány Róza fog nekünk moldvai népdalokat énekelni, de előtte én még a jó hangulat előtt gyorsan elmondanám ezeket a fontos információkat, amivel szerintem Béla bácsi is egyetért. Tehát, hogy a rendezvény a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete, Tiszalökváros önkormányzata és a Tiszalöki Városi Könyvtár és Művelődési Ház támogatásával valósult meg, és valóban, hogyha Róza befejezi az énekét, akkor itt a folyosón egy kis frissítőre várunk mindenkit sok szeretettel, de előtte egy kis jó hangulat, moldvai népdalokat énekel, Vajda Mokány Róza, fogadjuk sok szeretettel! Jó napot kívánok! Népdalt fogok énekelni, és nem népdalokat. Hazám, hazám, csendes hazám, bár csak a táriklat adnám. Látom füstjét, de csak alig, s az ég alatt lengedezik. Az ég alatt s a föld színjén olyan árva nincsen, mint én. Az ég alatt s a föld színjén olyan árva nincsen, mint én. Árvaságimat sem frissítőt fogyasztani és kint megtekinteni a mesterembereket, asszonyokat. Köszönjük szépen!